Mennyire gyakoriak a gyerektartással kapcsolatos perek, és mi alapján állapítják meg a tartásdíj összegét? Ezt tudjuk meg mai műsorunkból. Napjainkban egyre gyakoribbak a gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek. Egy gyermek születésekor a kezdetben felmerülő költségek nem okoznak vitát. A házaspár mindkét tagja számára egyértelmű, hogy a születendő gyermeküknek mindent megadjanak. Egy esetleges válás esetén azonban az anyagiak kimeríthetetlen vita témát nyújtanak. Ekkor kerül sor a gyermektartás összegének meghatározására, ami nem könnyű feladat. A gyermekek indokolt szükségletei is az elmúlt évekhez viszonyítva változtak, és ez a paletta teljes mértékben kiteljesedett. A bírói gyakorlat nagyon egyértelmű és következetes lett ebben a témában. Nagyon sok mindent belevon a gyermek indokolt szükségletei körébe, amiről egy évtizeddel ezelőtt még nem is gondoltuk volna. Példaként hadd említsem, hogy az internet szolgáltatásnak a költsége, a mobiltelefon költsége, a számítógépnek a költsége, ezek már mind-mind olyan költségek, amelyekre azt mondja a bírói gyakorlat, hogy indokolt költségek, hisz az oktatásban elengedhetetlen az internetnek a használata. Ugyanúgy sajnos azzal szembesülünk, hogy a gyermeknek külön órára kell járnia egy-két tantárgyból, nyelvvizsga esetében majdnem minden perben találkozunk idegen nyelvvel kapcsolatos külön óradíjról. Ezek olyan költségek, amelyeket nem lehet teljes mértékben ráhárítani arra a szülőre, akinél a gyermek tartózkodik. A gyermekkel kapcsolatos minden költséget közösen kell viselnie mindkét szülőnek. A tartásdíj meghatározásakor a bíróság több körülményt is szem előtt tart. Megvizsgáljuk a jövedelmi és a vagyoni viszonyokat. Ugye a különélő, ennek mi a legegyszerűbb módja az, hogy munkáltató igazolást becsatolnak a felek, ahol rajta van a nettó munkabér. Ezen túlmenően megnézzük, hogy milyen ingatlan vagyonnal, milyen ingó vagyonnal rendelkezik. Ezek régen nagyon egyszerű pertípusok voltak. Na de hát az élet az bonyolítja ezt a percsoportot, mégpedig ugye rengeteg egyéni vállalkozással találkozunk, nagyon sok szülő céget működtet, és nyilvánvalóan nagyon gyakran előfordul az is, hogy bár céget üzemeltet a működtet a különélő szülő, vagy éppen egyéni vállalkozó, és minimálbérrel van bejelentve, de ez nem mindig támpont ebben az esetben. Az ilyen helyzetekben a bíróság elkezd vizsgálódni, hogy a minimálbérre bejelentett szülő milyen életszínvonalon él. A per során környezettanulmányt végeznek, hogy a tartásdíj fizetésére kötelezett szülőnek milyen ingó és ingatlan vagyontárgyai vannak, illetve hogy hányszor és hová utazott nyaralni. A bíróság azt is szem előtt tartja, hogy a gyermekkel élő szülőnek milyen bevételei vannak. Annak a szülőnek is vizsgáljuk nyilvánvalóan a jövedelmi vagyoni viszonyát, akinél a gyermek lakik és él. Nagyon következetes álláspont alakult ki, hogy nyilvánvalóan az a szülő, akinél a gyermek él, igénybe veheti a családi adókedvezményt, és jogosult ugye a gyermek után járó családi pótlékra is. Nyilvánvalóan ezeket a költségeket is figyelembe kell venni, akkor, amikor megállapítjuk a tartásdíjnak az összegét, akkor azt mondjuk, hogy a gyermek oldalán számított költség összegét csökkentjük ezekkel a tételekkel, mert nyilvánvalóan ezt igénybe veszi a édesanya vagy édesapa, aki a gyermeket természetben tartja, neveli, gondozza. A kiskorú gyermekek érdeke mindennek felett áll. Az lenne az ideális, ha a felek ezt tartanák szem előtt a pereskedés során. Egy gyermekelhelyezési per kapcsán nem csak kiskorú gyermekekről lehet szó, hanem 25 év alatti, még tanulmányait folytató nagykorú gyermekekről is. Az ilyen esetek is sok konfliktust teremtenek. A nagykorú gyermek befejezi a középiskolai tanulmányokat, és nappali tagozaton főiskolai vagy egyetemi tanulmányokba kezd. Ebben az esetben a nagykorú gyermek tartása körében nagyon sokszor hivatkozik arra a különérő szülő, hogy én azért nem fizetek a gyermekem után tartásdíjat, mert egyrészt az én megélhetésemet ez veszélyezteti, még van másik két kiskorú gyermekem, és ők nyilvánvalóan megelőzik ezt a nagykorú gyermeket, és nagyon gyakori hivatkozási ok, és ez ugyancsak mély sebeket feltáró ok, amikor azt mondja a szülő, hogy azért nem fizetek a gyermekem után tartásdíjat, mert érdemtelen rá a nagykorú gyermek.
A megítélt tartásdíj összegének meghatározásakor érdemes hosszú távra tervezni. Amennyiben várható, hogy néhány éven belül jelentős változások következnek be a gyermek életében, úgy célszerű azzal is számolni. Ilyen lehet egy középiskolai továbbtanulás. Amennyiben az évek alatt lényeges változás történik a gyermekkel élő szülő életében, úgy kérheti a tartásdíj összegének módosítását.